Debrecen a magyar tollaslabdázás egyik fellegvára. A sportág története a városban hosszú és sikeres évtizedekre nyúlik vissza, az 1970-es évek elejére tehető kezdetektől egészen napjainkig magyar bajnokok, VB-ken és EB-ken szereplő játékosok öregbítették a műhelyi hírnevét. Borbély Sándornak a munkáját dicséri, hogy egyáltalán itt Debrecenben ilyen szinten kialakult tollaslabda, az ő elhivatottsága, elszántsága révén alakult ki az is, hogy egyáltalán sportiskolás keretek között tollaslabda sportág működik. Ugye én is az ő szárnyai alatt kezdtem el dolgozni, utána közösen dolgoztunk együtt, mint edzők. Hát, hogy mi miatt lettünk mi úgymond az egyik legeredményesebb így évtizedeken keresztül, ezt így különösebben nem nagyon tudnám megmondani. De én gondolom és hiszem is, hogy elsősorban annak, hogy módszeresen kemény munkát követeltünk mindig a játékosoktól, ez mindig meghozza a gyümölcsét minden sportágban. A debreceni edzőknek határozott elképzeléseik vannak a fiatalok felkészítéséről, az alapelveik mellett pedig valamennyi játékosuk képzésénél kitartanak. Már Sanyi bácsival is, és a mostani kollégámmal is, Mester Józseffel is az a alapvető elképzelésünk, hogy egy technikailag úgy tanítsuk meg a játékosokat, hogy felnőtt korban már ne kelljen nekik ezzel úgymond kínlódni, hanem egyedül inkább csak a fizikális felkészülésre kelljen figyelniük felnőtt korban, meg arra, hogy minél jobban játékban lendüljenek, minél magasabb szintre jussanak. Mindig is ez volt az alaptétel, hogy olyan technikai képzést adjunk a gyerekeknek, hogy az megalapozza azt, hogy felnőtt korban is nagyon jó játékosok legyenek. Bár a pandémia a tollaslabdázók felkészülését is megnehezítette, Debrecenben sikerült alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Pozitív dolgokat hozott ez számunkra, legalábbis számomra, meg a játékosok számára is, mivel olyan helyzeteket kellett megoldani, amit eddig nem, és ezáltal olyan módszerekre is rátaláltunk, amit eddig nem is egy, vagy nem ismertük, vagy nem használtuk, és ami kiderült, hogy nagyban segíti a további munkánkat, meg a fejlődést. Az, hogy ilyen sokáig elnyúlt, viszont ez többet ártott, mint amennyi pozitív hozadalma volt ennek az egésznek. Rendkívül hatékony a debreceni műhely munkája, ahonnan a hazai versenyeken meghatározó szerepet játszó versenyzők kerülnek ki. Elmúlt 21 év felnőtt magyar bajnokából 20 az debreceni sportiskolás volt. Tehát egyedül tavaly nem sikerült olyannak lenni magyar bajnoknak, aki nem volt sose debreceni sportiskolás, vagy nem itt tanulta úgymond a tollaslabdázást. Tehát ez jellemző leginkább a debreceni sportiskolába folyó munkát, hogy évtizedeken keresztül ugyanazt a szintet tudjuk tartani, és felnőtt korban is eredményesek lesznek a játékosok. A szakosztály egyik legnagyobb ígérete Tóth Kristóf, aki több alkalommal nyert korosztályos országos bajnokságot, az idén pedig már az első felnőtt aranyérmét is megszerezte. Meglepett, volt rá esélyem, hogy megnyerjem, és sokan is ebben gondolkodtak. Én úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, és kiadok magamból mindent. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fog sikerülni. Ezt a verseny végére ezt elmondom, hogy abszolút semmi energiám, se levegővételnyi időm nem maradt. Mivel ő eléri azt a szintet, hogy nagyobbakkal, erősebbekkel játszon, meg nagyobb tudásúak ellen, akkor ott úgymond neki nincs vesztenivalója, sokkal többet ki tud hozni magából, sokkal jobban tud gyakorolni, tehát ott különösebb elvárásokat nem nagyon támasztottunk sose elé. Inkább ő támasztott maga elé például ilyen elvárásokat, hogy a 17 éves magyar bajnokságot zsinórban 4-szer akarta megnyerni, ami össze is jött neki. Meglepő választ kaptunk az ifjú tollaslabdázótól, amikor azt kérdeztük, melyik eredményére a legbüszkébb. Itt a DSI-ben évente van gála, ilyen DSI gála, ahol a legjobb sportoló, meg évsportoló díjakat osztják ki. És ugye eddig háromszor én voltam, vagy négyszer én voltam az évsportolója tollaslabdában. Azokra vagyok a legbüszkébb, csak ugye nyilván ezek nem versenyeredmények. De ha a versenyt nézzük, akkor pedig a 19-es magyar bajnoki cím. A DSC DSI tehetsége a korosztályos Európa-bajnokságot is megjárt orosz Tekla egy súlyos sérülés miatt hosszú kihagyásra kényszerült. A sikeres rehabilitáció után azonban már teljes gőzzel készül a közelgő viadalokra.
nagyon hiányzott az egyéni. A sérülésem előtt sorban nyertem a versenyeket egyénibe, és ez nagyon hiányzott már, szóval nagyon jó volt visszatérni. Nehéz volt, mert nem bírtam még úgy a futást, és hamar kimerültem, de most érzem, hogy teljesen vissza tudtam egyénibe térni. Minden egyes évben megvan az, hogy most mi a célunk, melyik fő versenyekre készülünk, nyilván ez egyénfüggő is, mert azért elég vegyes a társaság, tehát nem mindenkinek a nemzetközi szint a cél, van akinek csak a hazai szint a cél, és akkor ennek megfelelően egyénre szabottan készülünk a játékosokkal.